Fake girls, fake hearts, looking for the money and the cars, looking for the diamonds and stars, wanna be Kardashian's boss. But she's so different, she gives a diamond but you money you you mission. But she's so clever, she got me hypnotized like no others. She got me hypnotized. She got me hypnotized. She got me hypnotized. She got me hypnotized, yeah. Fake girls, fake love, they're about to get what they want. They don't really care about your heart, wanna be Kardashian's boss. But she's so nasty, she gives a diamond but and keep her what is fancy. And me, only want her, she got me hypnotized like no others. She got me hypnotized. 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 She got me hypnotized, yeah. Ooh, oh, 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 oh. És egy vagány dal a színpadon, Gulyás Roland! Nagyon szépen köszönjük! Gyertek srácok, bátran sorakozzatok ide mellém, lássuk, hogy sikerült-e hipnotizálni a zsűrit. Miki? Na, hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy például te neked, Freddy, mi a véleményed a produkcióról. De mindig, most menjünk tovább. Én hipnózis most nem éreztem. Nekem igazából ezekkel a produkciókkal a legnehezebb beszélnem. Tudjuk, az van, hogy mind a zenéjét tekintve azt érzem, hogy igazából szakmailag ez oké, tehát jól össze van rakva, de nem érzem kiemelkedőnek. A szövegét tekintve látszik, hogy tényleg aki írta, az tehát tényleg össze van rakva, logikus az egész, fel van építve, de egyáltalán nem mondanám kiemelkedőnek, azt sem mondanám igazából, hogy rossz lenne. Az előadás, az éneklés, az elmúlt 10x év, amióta vannak a tehetségkutatók, elképesztően sok minőségi énekes jött ki. Ez korábban én emlékszem, mondjuk a 90-es években, hogyha belegondolunk még egy Cseh Tamás vagy egy Hobó, a mostani műsorokban elbukna, egyszerűen nem tudnák azokat elénekelni, és mégis azért érezhetjük, hogy azért lehet, hogy van helyük mondjuk a magyar kultúrában. Tehát, hogy maga az előadás kapcsán is az van, hogy iszonyúan sok jó énekes jött meg, és ebből adódóan ezt a produkciót, mint éneklés is inkább csak úgy érzem, hogy igazából nem rossz éneklés, de nem kiemelkedő. Tehát, hogy úgy az egészre csak úgy azt tudom mondani, hogy olyan, nem tudom, nekem olyan átlagos. Judit? Igen. Szóval, Roland, te egy igazán megnyerő külsejű fiatalember vagy, és gondolom ezzel a mély rekettes hangoddal tudod hipnotizálni is a csajokat, úgyhogy ehhez nagyon gratulálok. Én szerintem ne fegyelmezd magad ennyire. Te egy 20 éves fiatalember vagy, akiből ki kell jönni annak az erőnek, annak a dűnek, annak a kraftnak, ami benne van egy 20 éves fiatalemberben. Én kíváncsi lennék jobban az érzéseidre. Igazából az a pillanat tetszett legjobban ebből a produkcióból, amikor véletlen kinéztél egy nézőre, itt neked balra és rá mosolyogtál. Lehet, hogy a barátnője volt. Lehet, hogy a barátnődre néztél ki, vagy éppen megtetszett valaki, és akkor láttam, hogy milyen a Roland, amikor valakire fölfigyel. Köszönjük szépen!
Lássuk, mit jelent ez pontokban ez az értékelés. Miki, légy olyan kedves. Nekem ez most 6 pont. Misi? Nekem 7 pont. Már így javul, Judit? 7 pont. Még egy 7-es, és végül, de nem utolsó sorban ismét Karesz. Én nekem van egy kis hozzáfűzni való, először is én úgy veszlek téged, mint egy csiszolatlan diémátot, mert minden adottságod megvan arra, hogyha melózol, és foglalkozol a dolgokkal, akkor nagyon komoly karrier vár rád, és egy picit több szenvedély, egy picit több beleélés, az még szükséges, de csináld, mert jó lesz nagyon. 7 pont. És egy harmadik 7-es is. 27 pont. Jön még egy közönség pontszám, ami még javíthat. És szépen feltornázhatja. Bizony! És ez egy 8-as, ami azt jelenti, hogy összesen 35 pontotok van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok és velünk vagytok.